Nézzük meg azért még egyszer pontosabb, hogy ez mit mond itt nekünk. Tehát, hogy valaki volt már ott. Came from a village in the canyon. Melyik település, melyik falu van a kanyonban? Ez nem. Már azt sem tudom, mit nevezett kanyonnak. Egy fél pillanat, hát ez sem. Itt nincs település. Hát nincs is ilyen. Ja, várja, ez talán. Ez egy village, és ez egy kanyon. Jó. Csak ide nem tudok gyorsan ide utazni, hanem a kereskedőhöz kell mennem megint. Hát akkor ott kell. Ott úgyis volt egy pár ilyen varázsegér a sátrakba, vagy két ilyen öreg. Azt hiszem, village. Á, nem jó! Hülye vagyok, ez a kis sátortábor. Hanem a... melyik volt az? Ez. És akkor innen egy nagy futás. Na, érkezem a kanyonhoz. Veled kell beszélnem? Utolsó Mohikán. Picit kezdem türelmem veszteni, úgyhogy ezeket lehet, hogy már csak át fogom pörgetni. Majd utólag a videón elolvasom, de most kicsit már kezdek belefáradni. Nyilván nem ilyenkor kéne nyomni, de hát sajnos most már picit az a feelingem van, hogy szeretnék túl lenni rajta. Most azt szerintem eléggé közel lehet a vége, mert három ilyen cucc megvan, és már játszom pár órája, és eleve mikor elkezdtem, akkor is azt mondta, hogy 71%, és ez elég nagyokat ugrál. Tehát ez itt nem olyan 71%, mint az Elder Scrollnál mondjuk, hogy akkor még van benne 200 óra. Hát innen eltűnt mindenki, úgyhogy akkor ezt megszívtam. No nem, itt a papi. Hello, és itt bazin egy kérdőjel jelzi, hogy vele kéne beszélni. Hello, veled már beszéltem régen, de akkor csak badarságokat beszéltél, úgyhogy akkor valószínűleg te jártál a varázsvilágba korábban. Hát öreg, jó lenne a... Train station? Hát olyan nincs. Akkor oldjad ki nekem. Hát nem oldja ki. Find the train station, follow the tracks. Ah, a királyság. Akkor megyünk. Tippelek, ehhez megint bronz fog kelleni. Hát most vissza kell futnom a kereskedőhöz. Viszont lehet, hogy gyorsan futok itt egy kört, ha már itt vagyok, és akkor egy picit felturbózom a bronz készletemet, mert eléggé lelaktam. Ugye itt van egy ilyen kőrakás, és azok időszakosan lerezetelődnek. Ezt picit azt mondanám, hogy egy zsák utca ez a bányajárat, tehát kicsit túlzottan rákészültem, de lényegében haszontalan. Legalábbis nekem egyelőre úgy tűnik, hogy haszontalan. Lehet, hogy egy idő után hoznak majd aranyat vagy ezüstöt, de nekem egyelőre lófikát se hoztak. Viszont minél több ilyen mezőt kiteszel, annál több ilyen bronz lelőhely is lesz. És hát ebből az egy szempontban ennek van értelme, hogy egy kicsit sokat ide pakoltam, hogy ezt elég jól be tudom búszolni. Úgyhogy futok egy kört, felturbózom, kioldom a train stationt, és akkor onnan folytatjuk. No hát, ugye beszéltem fönt ezzel a jó emberrel ebben a, illetve hát nem fönt, hanem lent, vagy tök mindegy, attól függ ki, hova rakja ki, ebben a kanyonban ezzel a indián törzsfőnökkel, és egy csomó minden kioldódott. Oda tettem a vasút, hát ilyen vasútvonalnak az eleje, mondjuk így. Ott még nem voltam, viszont ahogy kiraktam, egy csomó egyéb cucc is feloldódott, és hát tartok tőle, hogy most az lesz a sztori, hogy állhatok neki vasútvonalat építeni, nem fogok már ekkorát, mint korábban. Viszont elég sok új terület, ez már megint a sokadik típusú terület. Nagyjából megvannak ezek a nyersanyagok, egy picit farmoltam, hogy legyen bronz, meg ehhez szerencsére ilyen flint kell, ami mondjuk azért nem egy agysebészet, mert ezt kőből lehet csinálni. Úgyhogy ezek akkor így könnyen megvannak. Néha egy kicsit így belaggol a játék. Szóval azért ez picit aggasztó, elég sokszor úgy érzem, hogy befagy. Nem nagyon fut mögötte semmi más, és mondjuk nem egy izével 286-ossal próbálkozom, de néha eléggé belaggol. Jó, hát itt kell nekem wire, még szerencse, hogy vettem. Hova tettem, nem tudom. A házamon meg a kertemen azóta se fejlesztettem semmit, tehát továbbra is úgy néz ki, mint egy istáló. Nem is igazán érdekel, hogy őszinte legyek.
Elfér benne minden tárgy, az a lényeg. Jó, akkor vasútvonal Flint még mindig kell. Itt volt, azt hiszem, de ha nincs, akkor gyártok. Pff, van egy kevés. Jó, kinyitjuk ezeket a cuccokat. Hát itt egy-két ilyen sin darabkát lehet, hogy kirakok majd. Na és a Unique. Ó, ez király, ezt is meg tudom csinálni. Kevés lesz a izé. Kevés lesz a... Micsoda? Luxus szövet kéne nekem? Nagyon jó. És olyat honnan szarok? Hát innen biztos, nem? Akkor azt majd ott megint lootolni kell. De remek. Jó, minden esetre, amit ki tudunk tenni, ez minek minősül? Ez miért ilyen, ez meg miért ilyen? Unique. Hát mindegy, a Unique-ot azt egyszer engedi kirakni, úgyhogy azt egyszer kirakjuk. Mondjuk ide. Aha, csak várjál, nem biztos, hogy ilyen a másiknak is a... De ilyen a csatlakozása, jó. Aha, tehát akkor ez maga az átmenet lesz a vasútpálya udvarról a senki földjére. És akkor utána már tehetem ki a sínt. Na de ennek milyen lesz a... nem tudom, mi lesz. Majd az később. Jó, hát majd eldöntjük, hogy mit, hogyan, merre. Addig is tudok csinálni egyenes simpályát, és mivel van még egy elemem, ezért azt is kirakom. Aztán kész, úgyis farmolnom kell egy csomót, akkor majd lesz új nyersanyag. Meglátjuk. Ez így megy a semmibe. Egyelőre nem ütköztem korlátba, tehát nem limitálta se, hogy egyelőre nekem ezeket a kipakolható darabszámokat, fogalmam nincs már mennyinél tartok. Ez nem tudom, hogy bárhol megjelenik, ez szerintem nem. No mindegy. Jó, kicsit itt rendezem soraim, és akkor aztán megyek oda a pályaudvarra. Na, érkezem a vasút pályaudvarhoz. Vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt, valami ilyesmi. Ó, kötél, azt szeretjük. Főleg, ha ingyen van. Máshol nincsen? Reméljük lesz gyakrabban. Na, nézzünk be ide ebbe az épületbe, hogy... Tudunk-e itt valamit csinálni? Itt egy láda. Ó, itt egy izé. Masinista kislány. Oké, köszi a sok információt. Szuper. Mit tudok még itt ellopni? Más nem. Ez olyan cukker az a farkas, ez mindig megvár az ajtó előtt. Ez egy ilyen jól nevelt farkas. A házamba is nem jön be, hanem megvár. Más játékban így a, nem tudom, ARK-ba még egy raptor is bejön a házamba, meg ha beférnek, hogy Brontosaurus is bejönne, de ez a cukker farkas kölyök, ez nem jön be. Ez ilyen kis íze. Ó! Ó! Wow! Ja, hogy ezt vettem volna, akkor kioldottam volna ilyen... Ó, itt a cucc! Na hát ezért nem tudom gyártani. Ó, de gyopár vagyok. Na, bocsánat. Igen, szóval ez megint nagyon profi volt. Enni lehetett kapni cuccokat, és volt olyan cucc, ami nekem még nem volt soha, de nem vettem meg, mert gondoltam, hogy á, minek az nekem. Hát mondjuk ennek, hogy kiadott volna új receptet. Vagy nem ennél volt? Hú, bakker, ez kinél volt? Ja, kereskedőnél volt, azt hiszem, a warehouse-ban. Hát akkor viszont oda megyek, és akkor izébi, jó, hogy állunk töltényen, az még oké. Okay. Jó, akkor addig olyan nagyon nem feszülök neki ennek a sín pálya követésnek, amíg nem tudom kirakni azt a végső állam, nem, ez jail, bocsánat, ez a böri. Böribe nem jövünk, hanem a kereskedőnél akkor veszünk még ilyen lóhajat, és csinálunk ilyen luxushordót. Itt van, kell nekünk még kábel. Hát azért lassan már kezd megjönni az előnye annak, hogy gyűjtöttem egy csomó lóvét, mert azért ezek... Most lehet, hogy amúgy problémát okoznának. Van még itt olyan, ami nekem nincs? Nem, a többi van jalapeño, azt hiszem az is volt. Jó, akkor gyors oda-vissza teleport, és akkor legyártom ezt a cuccot, mert akkor így már egy kicsit világosabb a történet. Még szerencsé, hogy most véletlenül. De mondjuk ilyenekbe találhattam volna igazán, tehát ilyen lótetemeket már átkutattam egy csomót. Azért lett volna egy pici... korrektség a játékban, akkor találtam volna már ilyet. Na mindegy, pillanat és legyártom. Na, összeharácsoltam a nyersanyagokat, hogy ezt feloldjam. Az egy dolog, de még
A ruhát is szeretném feloldani, és ahhoz azért még kéne további nyersanyag. Mindjárt mutatom, hogy csak gyorsan végigpörgök, hogy mi a sztori. Ugye ezt tudom most legyártani. És hát az a baj, amit buktam, hogy ugye ehhez kell a korábbi, a leather armor, ehhez pedig kellene az előtte lévő, és ezeket én mind eladtam. Úgyhogy ezt a sort most végig kellett gyártanom. Ezekkel most már megvagyok, az egy dolog. Csak ilyet kéne még egy csomót gyártanom, és közben már a pamut is elfogy, meg a toll is el, vagy a tinta is elfogy, ahhoz toll kéne, már azzal se rendelkezem, úgyhogy most egy kicsit így kifuttattam magam nullára. Mennyi kell összesen? Ez 3, 4, 5, 6, 7 kéne ilyenből, pont egy hiányzik. Jó, mindegy, ezeket legyártom, legalább feloldottam már ezt az új területet. Ezt gyorsan ki is rakjuk. Ez egészen úgy néz ki, mintha itt valami ezüst lenne. Tehát ezek tetszenek, ezek a nyersanyagok. Ez nem tudom most jó-e így, hogy csak ilyen kis sörövidet építek, de hát mondjuk olyan nagyon nem hat meg. Igen, ez talán ezüst lesz. Ő! Ha most meg lesz a forma ahhoz, hogy beletegyem azokat a kis izéket, lehetséges. Szupcsi király. Jó, én azért szeretném ezeket a ruhákat még megcsinálni. Ez a felső, ez a cipő. És nagyon szarul állok ilyen nyersanyagokkal, de akkor is megcsinálom még azt, hogy meglegyen az a sotyesz is. Tehát ehhez kell nekem még toll mindenképpen, mert tintát is kell gyártanom ahhoz, hogy tudjak olyat csinálni. Ahhoz is toll kell. És másodperc. Jó, farmolok. No, elvileg legyártottam mindent, ilyen tápos állat módon néze ki. Ó, még a gyűrűje is meg van csinálva. Ó, de vagány. Ezt csak most veszem észre. Nagyon vagányul nézek ki. Úgy oldalt fogjuk a puskát, mint a mafiózok. Elvileg a legbrutálabb fegyverem a puska nincs meg, mert ahhoz ezüst kell, de azt hiszem, azt majd talán most fogok tudni szerezni. De ezt a tápos felszerelést, ezt megoldottam. Érdekes módon semmiféle olyan nem volt a játékban, hogy mondjuk inventory-t lehetett volna fejleszteni. Szóval, hát némely olyan dolog hiányzik azért, amilyen klasszik játékokban benne szokott lenni. Ez valószínűleg szén. Nem tudom, hogy ez kell-e még nekem. Bár most abban a szempontból jó lenne, hogyha sikerül ezüstöt találnom, akkor itt a... hát ez speciál pont, nem tudok. Akkor itt tudnék egyből építeni, vagy készíteni ezüstöt ennél a kovácsnál. Most csak azért forgatom itt össze-vissza, mint egy idióta, mert mondom, szeretném úgy megtartani ezt, ahogy az eredeti térkép nézett. Ne nagyon kavarodjak el. Hát ez a kiinduló állomás, itt azért olyan túl sok minden nem volt. És akkor arra elindulok én a nagyvilág felé, és a végén oda elvileg olyan elem volt kirakható, amin távolról úgy tűnt, mintha lenne valami ritkább nyersanyag, úgy igazából ezüstnek tűnt, aztán még kiderül. Na, mi van? Ja, azt hittem, nem tudok átjönni. Na és a kutya? Ja, azt hittem, az fél és nem jön át ide. Hát ez itt füstöl ez a vonat, de akkor lehet, hogy az van, hogy nem tud itt végig menni, mert hogy ez a hegy beomlott, vagy mondjuk pamut, az nem árt, mert azt eléggé lenulláztam. Meg egyébként ezeket könnyű megismerni, amilyen nagyon rikító zöld, az répa. Az elején ugye ezt érdemes gyűjtögetni, hogy a gyors utazás miatt legyen. Ami ilyen kis fehér bombilanc is, az meg a pamut. Többi az elég gyakori, meg kevésbé van rá szükség, de azért ezek hasznosak. Ezek a nagyon intenzív zöld színűek, ez répa. Ezeket gyorsan felkapkodom, mert ez kell a gyors utazáshoz. Már elég sokat gyártottam, de nem baj. Pamutot meg nagyon kinulláztam, úgyhogy hát elnézést, tudom, ez most kicsit uncsi, de itt haladás közben ezeket gyorsan felkapkodom, ez megvan hamar. És akkor mindjárt odaérkezünk a végállomáshoz. Hát remélem, hogy nem lesz itt olyan nagyon durva lény, de mondjuk azért most egy kicsit upgrade-eltem magam, tehát elvileg talán nagyobb az armorom is, meg talán nagyobb a sebzésem is most így ezzel a ruhával. És töltényem is van elég. Hát kérdés, hogy lesz-e itt most valami
goni, de egyelőre nem tűnik úgy, csak nyersanyag van. És hát ezt a bronz csákányommal meg tudom oldani, mert meg jó, mert hogy nagyobb egyelőre nincsen. Se gyártani nem tudok, se receptem nincs, se semmim nincs. Ezüst! Yeah! Na jó, hát ez azért lenne jó, mert akkor legalább azt a puskát meg tudnám csinálni. Itt van egy pár kocka, ilyen nyersanyag. Hát lehet, hogy ebből majd még egy-két ilyen kockát érdemes kirakni. Sőt, hát tovább megyek, nem hogy... Ja nem tudok többet kirakni. Aha, ez unique volt, bocsánat. Szép álom. Gondoltam, most úgyis maxon van ez a tereptárgy számláló, és akkor kipöttyintek még egyet, de nem pöttyintek ki, mert hogy nem tudok, mert ez egy egyedi mező. Enter the mine cave. Az nagyon jó, csak az hol van? Ez lesz itt? Jó. Hát én bemegyek szívesen. Mi lesz ott? Lesz ott arany? Vagy csak ellenség? Rare key. Az mondjuk nem baj, mert volt már egy pár olyan, amit mostanában nem tudtam kinyitni. De persze nem emlékszem, hogy micsoda. Hide. Kint még ezeket a ládákat gyorsan megnézem, de itt azért olyan őrületes lootban nem reménykedem. Hát nem baj, ha van egy pár kulcs, sose lehet tudni. No jó, hát akkor menjünk a bányába, ott még egy doboz. Azt már valószínűleg lootoltam. Együnk egy kajcsit, agyunk az kb. Oké. Irány befelé. Na és akkor ez most egy ilyen dungeon-szerű lesz, vagy mi a... Pikli. Ó, egy fákja. Aha, eléggé tele az inventory. Ja, Istenem, ez a fákja, ez minek minősül? Hát valószínűleg ennek, mert hogy ez cuppon van. Jó, érdekel most ez engem annyira. Jaj, de jó lett volna, ha ezeket mondjuk kirakom a rengeteg sok agyammal. Na mindegy. És itt fú, sötét lesz, vagy miért kellett volna fákja? Főleg kettő. Jó, de csúnyán meg fognak engem itt mindjárt támadni. Ez kitermelhető? Nem tűnik olyannak. Jaj, mi a fene ez itt? Ne szakadjon le alattam. Na nézzük, hogy mi lesz erre felé. Egyelőre fákja nélkül el vagyunk. Valószínűleg bomba nélkül viszont nem leszünk el, ahogy látom. Itt eléggé eltorlaszolva tűnik az út. Nem. Van valami kapu? Nem, nincs kapu, csak egy láda. Jó, hát akkor ennyi. Itt nem tudok átjönni. Ezt minden bizonnyal föl kéne robbantani. Van itt bármi más út? Szerintem nincs. Úgyhogy akkor bomba. Na visszatértem a házamba, és legyártottam ezt a pár szilvert, amit sikerült kiszednem. Szerencsére ez más nem kell, csak ez az érc. És egyből kinyitott megint újabb eszközöket. Ez elvileg ezüst fejsze és ezüst csákány, amivel csak annyi a probléma, hogy ez megint madártól kell, amit nekem most már kb. A legnagyobb problémát kezdi okozni, mert nem nagyon rendelkezem vele. És nem igazán értem, hogy ez a játéknak eddigi szakaszában olyan nagyon nem okozott problémát, mert mindig volt, de most meg már nincs. Úgyhogy jó, mindegy, ezüst csákány megvan, az a lényeg. Hát próbálok azért két madártollat keríteni, és akkor ez is meg lenne. Meg egy gyűrű. Marad még elég? Igen, kettő-kettő. Úgyhogy akkor megcsinálom az ezüst gyűrűt. Jobb ez nekem? Hát ez ad mondjuk 10 energiát is. Jó, mindegy, azt eladjuk, csinálunk ezüst gyűrűt. Jó, és akkor kell madárt, ó, várjál, mert ez meg ezüst gyűrű izével, jó, hát akkor az ugyanúgy a bácsikánál lesz, majd veszünk egy ilyen cuccot, és akkor ebből lekraftoljuk, a másikat meg eladjuk, oké, de most kell nekem gyorsan madártól.